Fél éves mexikói kirándulás után tért haza Dusev Janics Natasa az idei versenyszezonra. A győri sportoló elárulta, saját költségén készült Mexikóban a férjével, ám ezt nem először teszi. Ahogy fogalmazott, soha nem sajnálta a pénzt a felkészülése jó feltételének megteremtésére. Hosszabb ideig voltunk Mexikóban, mert a férjem ott dolgozott, én meg próbáltam minél jobb formába kerülni az itteni válogatókra. Nem sikerültek első versenyeim fényesen, de nincs még, tehát még küzdök. A Matyéren rendezett első kajakkenu világbajnoki válogató versenyen az olimpiákon több aranyat is elérő Kovács Katalin, Dusev Janics Natasa sikerpáros 500 méteren feladta a versenyt, és az végzetes lett közös jövőjüket nézve. Egyelőre a két sportoló úgy döntött, külön folytatják, ám Janics továbbra is készül, de teljes mértékben az egyesre koncentrál. Júlitól már Szolnok a cél, tehát Szolnokon leszünk, ahol állóvíz van, és van kihúzza ugye rendesen egy kajakenu pálya, ahol tudunk felmérni magunkat. Most ugye tudom, hogy készül itt is Győrben egy ilyen kajakenu pálya. Nagyon nagy dolog ez, főleg a fiataloknak. Hát remélem azért én is csinálok egy pár csapást ezen az új pályán, mert ugye Győrben csak folyóvíz van, ami egyébként fogom használni majd olyan a szezon végén, ugye az OB-ra talán felkészülni, vagy ilyesmi. A következő válogatót a hétvégén rendezik Szolnokon, július 17-e és 19-e között.